hogyha ezt megtettétek, akkor viszont bátorítalak titeket a bemerítkezésre is. Mert az megint csak egy olyan dolog, amivel kihirdetjük a szellemi világ előtt azt, hogy lemegyünk a víz alá, ott hagyjuk az óemberi bűnös természetünket, eltemetjük Jézussal együtt, ahogy Jézus el lett temetve a mi óemberi természetünk, és úgy jövünk fel a víz alól, mint ez a megigazult új teremtés. Tehát erre bátorítalak itt a jelentőség. Tehát a keresztelés, az, hogy vizet csorgatunk a csecsemő fejére, nem bibliai semmilyen szinten. De az, hogy alá merülünk a víz alá, ott hagyjuk a bűnös természetünket, és úgy jövünk fel a víz alól, hogy egy új teremtések vagyunk Jézusban, megigazulva. Értitek? Ezért nagyon fontos ez. A Biblia azt mondja, hogy Istennek minden ígérete Jézus Krisztusban igenné és ámenné lett a számunkra. De nagyon érdekes ez, hogy csak Jézusban. Ha te benne élsz Jézusban, csak akkor a tiéd az ígéret. Egyébként nem. Ez is ajándék. Látjátok? Megint csak, hogy ha Jézus a tiéd, minden a tiéd. Ha Jézus nem a tiéd, semmi nem a tiéd. Érted? Ez az atyának, ez a kegyelem. Ez az, hogy ezt kell, hogy megértsük, hogy ez az az ár, amit az atya hajlandó volt kifizetni értünk. Ha ez kell neked, minden adva van vele. Ha ez nem, te akarsz bizonyítani, semmi sem a tiéd. Vallás nem üdvözít. Egyetlen vallás sem. Kaptunk olyan 25 darab kérdést, tőlem, hogy majd válaszolunk még valami, úgyhogy azért akkor úgy vacsorázunk, hogy elkezdjük a kérdéseket megválaszolni. Jó. Első kérdés, hogyan kerültetek ki Angliába, mivel foglalkoztatok itthon, előtte és ott? Aki még esetleg nem tudja, Csaba asztalos volt, én angol-magyar tolmács. Iskolába járt, tehát így... Jaj, még ez Magyarországon, tehát hogyan kerültünk ilyen... Én Magyarországon is asztalos voltam. Én akkor nyelviskolában angol tanár voltam. Én is suliba jártam. És ez 10 évvel ezelőtt volt. Nagyon egyszerű a válasz, igazából semmilyen szellemi okot nem keresgéltünk még akkor annó. Hanem, de ez összetett volt, mert azzal egyetemben, hogy eléggé bele voltunk fásulva a gyülekezeti rendszerben, meg egyébek, anyagilag is nagyon nagy nehézségeink voltak, és leginkább ez volt a fő motiváció, az anyagi boldogulás. De ez csak nekem volt a kimenetlen, amilyen az elsőleg. Igen, és úgy gondoltuk, hogy elindul Csaba, megnézi, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És ő ahogy kint, de ezt nem lehet el. Köszönöm. Először én mentem ki egyedül Angliába, azért, hogy körülnézek, persze csak Dióhéjban. És körülbelül egy hete voltam ott, még sem munka, semmi nem volt még kialakulóban, de így sétáltam a sétáló utcán, és egyszerűen rám szakadt a menny. Egyszerűen az Úrnak a jelenléte olyan szinten rám szakadt, hogy járókelők ilyen idiótának gondoltak szépen, hogy vigyorogtam ott a sétáló utca kellős közepén. De éreztem Istennek a hatalmas erejét az életemben, és tudtam azt, hogy Isten velük valamit akar itt kezdeni Angliában. És akkor fölhívtam Évát, hogy adjál el mindent, pakoljatok, mert valamit itt kezd velünk az Úr. Két hét múlva már kint voltak Angliába, és összejött a munkahely, összejött a honlapunk, minden egymás után gyönyörűen kialakult. Innen is tudtuk, hogy Istentől volt. Mehetünk tovább. Bocsánat, csak mire 25 darab kérdés. Én 25 darab kérdés. Ez amire úgy érzem, hogy lehet, hogy tudtad. De hát mire érdekel ez benneteket, mi nagyon szívesen válaszolom. Miért költöztetek éppen most haza? Mi az itthoni országjárás célja? Mi a rövid, közép, hosszú távú tervetek itthon? Egyszerűen egyértelműen szólt az Úr, hogy jönnünk kell Magyarországra, tehát ez olyan határozott kijelentés volt bennünk, mint az, hogy itt ülünk. És ez, ahogy Amerikában kimentünk, január elején körülbelül, vagy mikor is volt ez Körülbelül elején volt, amikor ez ilyen nagyon határozott. Csak benned. Tehát benned már, igen, tudom. Benne már Amerika előtt is volt. Már előtte is ott volt nagyon erősen, hogy jönni fogunk hamarosan, bennem igazából ott születek. Az a határozott döntés, amit addig is tudtam én is, viszont el kellett jutnunk arra a fajta határozott döntés, amikor azt mondtuk, hogy az sem érdekel, ha elvesztünk mindenünket.
Nem érdekel, ha elveszítjük a házat, ha oda lesz az autó, nem érdekel, ha egy szár ruhában, vagy egy szár bőrünkkel fogunk érkezni, nem érdekel, hol fogunk lakni, vagy a híd alatt, vagy egy autóban, az sem érdekel, vagy a híd felett. Tehát, hogy az sem érdekel, meg tudjuk, és tudjuk, és tudjuk, hogy jönnünk kell. Igen, és Istennek a kezébe letettünk mindent. És ez ilyen határozottan eldőlt a szívünkben. Miért éppen most? Hát, mert most helyezték Úr ezt a szívünket. Most eljött egy idő, ami érezzük, ez hogy... Ez egy kairosz idő. Igen. Sőt, azt éreztük, hogy kihagyunk valamit, lekésünk valamiről, ha nem most jövünk. Igen, meg a másik dolog az, hogy Istennek a szelleme most valamilyen szinten végig fog söpörni az országunkon. Mindazoknak az életében, akik éhesek, szomjasak, akik többre vágynak, azok mind meg fogják ezt tapasztalni. És részt akarunk benne venni. Tehát egyszerűen egy fogaskerék akarok benne lenni a gépezetbe. Ti veletek együtt, tehát ez a... A tervünk és a látásunk tulajdonképpen van egy nagy, vagy úgy mondom, egy globális látás, vagy egy nagyobb látás. Az egészben, amikor még én kint voltam Amerikában, ezt egy évvel ezelőtt mutatta az Úr, egy olyan látást láttam, Magyarország térképét láttam, és azt láttam, hogy van egy bázis, tehát ami nem feltétlenül egy hely, de tudtam azt, hogy egy bázis, és azt láttam, hogy megyünk városról városra, és nem feltétlenül úgy, hogy rögtön megyünk, hanem talán heteket, hónapokat is eltöltünk egy-egy városban. De megyünk városról városra, és azt láttam, hogy Isten elkezd tüzet gyújtani. Bárhol megyünk, és ez nem csak most nem rólunk szól, hanem arról, amit Isten akar tenni. És amit mutatott az Úr, és hogy mindenütt tüzet gyújt Isten, és azt láttam, hogy egy idő után az egész már lángol, és elkezdenek összeérni ezek a tüzek, és az egész ország lángba borul. Tehát tudjuk, hogy Istennek ez a célja, és ez az akarata, és tűzgyújtogatóvá tett bennünket, és ténylegesen... Nem tűzoltóvá. Igen. És ténylegesen ez történik, tehát bárhol járunk mindenütt. Azt tapasztaljuk, hívnak föl bennünket emberek, hogy fogalmam se volt erről az alkalomról, de ott voltam, és épp ott voltatok, és nem tudom, mi történt velem, de azóta vágyom az Úrra, és azóta éhezem Istent, és azóta akarok jönni a jelenlétébe. Tehát amit Isten adott belénk is, és hiszük, hogy belétek is, az, hogy tehát egy szellemi éhség keletkezik az emberekben. Hiszük, és tulajdonképpen ezzel a bázissal azt is látjuk, hogy kell, hogy legyen egy tanítványképzés, amiben Isten ki akarja képezni az ő népét, arra, hogy tudja fogadni az új megtérőket. És ezzel egyetemben van a látás, hogy Csaba kapott a 300 sátorszögről, az égő csipkebokorról, ami ég és nem ég el. Tehát, hogy Isten a nagyon határozottan a szívünkre helyezte, hogy ne akarja. Nagyon határozottan azt látod, hogy Isten akarat, hogy megtérjenek az emberek, és nagyon a mi figyelmünket is arra helyezi, ami az evangelizálás, hogy megtérjenek azok, akik még nem ismerik az Urat. Egy olyan látást is adott az Úr, hogy szó szerint egy kérdéssel ébresztett fel az egyik éjszaka az Úr, és ez azelőtt volt, ez talán... Csak foglald össze kérdés. Akkor az egyik magyarországi látogatás előtt van, igen, próbálom gyorsan, így gyorsan beszélek. Tehát akkor történt az, hogy felébresztett éjszaka az Úr, és azt a kérdést tette fel nekem, hogy hány igazán, tehát élő hitű keresztény létezik Magyarországon, akik nem csak hogy vallásos keresztények, hanem ténylegesen élő hitűek, tehát kapcsolatuk van Jézussal. Hány ilyen van most Magyarországon? És hát tudjátok, hogy amikor Isten föltesz egy kérdést, akkor nem információt akar, mert ő a mindentudó, nem én, hanem akkor fel akarja hívni a figyelmünket valamire, földobott egy labdát. Mondtam, hogy Uram, nem tudom, de jött egy olyan gondolat, hogy kezdjék el keresgélni, hát ha valamit találok a Google-ben, beírom, hogy hány élőhintű keresztény létezik Magyarországon, és akkor találtam egy olyan blogot, hogy emberek így találgatnak, hogy
talán ennyi ezer, talán annyi ezer. És akkor gondoltam arra, hogy talán 10 000, ha van, de még valószínűleg ennyi sincs. De tegyük fel, hogy 10 000. És tudjátok, hogy 10 millió lakossága van Magyarországnak, és 10 millióból 10 000? 1%. Ha egyáltalán van 1%. Ha egyáltalán van 1%, értetek? És aztán azt láttam, hogy gyülekezetek, játszadoznak, te ellopod az én bárányomat, ez a bárány oda, az a bárány oda, és megy a meccs, és megy a játszás, és közben 9,9 millió ember tart a pokolba. És akkor azt mondta az Úr nekem, hogy a ti feladatotok az a 9,9 millió, az legyen a fókuszotokban. Nem az az 1%, hogy ki mit csinál az egyházban, ne azzal foglalkozzatok, hogy ki mit kavar, hogy ki, hogy próbálja ezt. A mi feladatunk nem az, hogy keresztényeket megtérítsük. Keresztények, akik tényleg odaszánják magukat, lesznek azok a munkások, akik kell, hogy fogadják a megtérőket, tehát kell, hogy legyen tanítványképzés, és pontosan ezért kell a tanítványképzés, hogy legyen hová bejönniük a megtérőknek, mert most tegyük fel, ma megtérne 10 000 ember, mit csinálnák velük? Itt Egerbe. Itt Egerbe. Most megpróbál menni 10 000 ember. Nem kell messzebbre menni most, igen. Mit csinálnak velük? Jön egy nagy ébredés. Hova küldenénk őket? Csak 10 000. Most csak egy feltevés, értitek, hogy gondolkodjunk, hogy gondolkodjunk. Lehet reálisan is el látni, tehát én hozzá nem küldöm olyan helyre, ahol vallásosságban érzik. Igen, tehát amiről pontosan ez is, tehát ezért szeretnénk, hogy érezzétek mindnyájan, hogy az, ahogy ti élitek az életeteket Jézussal, ez nagyon nagy felelősség is egyben. Tehát, hogy az Isten egyen-egyenként mindannyiótokat használni szeretne, hogy bemutassa az ő fiát rajton keresztül. De pontosan ez az, hogy nem tanítványokat kell nekünk képezni, hanem Jézus tanítványává kell tenni az embereket. Értetik, és ez nagyon nagy különbség. Mert minket is tanítványoltak sokan az ő saját maguk képmására. De nekünk Jézussal kell őket olyan kapcsolatba hozni, hogy a Szent Szellem el tudja őket is vezetni minden igazságra. Na mindegy, ebben nem is... Aztán kérdés volt, hogy mi volt az amerikai missziós utunk célja, konklúziója, Dennis Walker állapota... És ebben akarsz egy pár szóban erről beszélni? Hát az amerikai utunknak a leginkább a cél, vagy a konklúziója az volt, hogy megláttuk Istent cselekedni, hogy ő egy hűséges Isten a hét, tehát napra készen. Tehát kimentünk $600, ebből 300-at elhagytam az első nap. és úgy, hogy bankszámlán mínusz 2400 font, tehát ez egy 1 millió forint volt, tehát így overdraftet, ami mínuszban, ami túl lehet lépni, ugye a mínuszban, így mondtam fel a munkahelyemet, és Amerikában azt mutatta meg Isten, hogy neki nincs különbség, hogy sok vagy kevés által ad szabadulást. Tehát, hogy mivel mi hittel, bízva benne kiléptünk tényleg a vízre, ezért vettünk ott egy autót, kifizettük minden albérletet, tehát nem éltünk senkinek a nyakán. De dolgoztunk. Dolgoztunk, tehát Isten azonnal nyitott egy utat a munkára is, dolgoztunk, pénzt kerestünk, kifizettük, a mínuszos bankszámlánk meg pluszra is fordult. Tehát amikor hazajöttünk, úgyhogy nem azt mondom, hogy most így csillagászok összegek, de a mínuszból plusz lett. Ami már nagy dolog, mert már az egy éve legalább a mínuszból indult a havi fizetés elején. Tehát, értitek? Na mindegy. Az a lényeg, hogy számomra az amerikai útunknak az volt a konklúziója, hogy érdemes az Úrba bízni. Érdemes letenni az életünket a kezébe, és azt mondani, hogy Uram, mindent átadok neked, és bízom benned, és aki az Úrba bízik, meg nem szégyenül. Pont. Egyébként maga Dennis Walker kapta azt a kijelentést Istentől, hogy nekünk mennünk kell. De éreztük mi is. És ő vette meg a jegyünket, tehát ő hívott meg bennünket, igen. De akkor még nem láttuk a teljes képet, hogy mi lesz, nem is gondoltuk, hogy 3 hónapig fogunk maradni,
Tehát két hétre készültünk, ebből lett három hónap, de Isten így nyitotta az ajtókat előtte. Tehát hívta a meggyűlöket. Nem voltam ott. Inkább magyar testvér. Sőt, azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy mivel, hogy ilyen természetfeletti módon mentünk ki, mi azt gondoltuk, mivel, hogy sok olyan misszionárius van, tudjátok, hogy Amerikából vagy innen-onnan kapnak támogatást, és akkor havi támogatást kapnak, és tulajdonképpen úgy járják a misszió. És úgy gondoltuk, hogy lát, hogy Isten nekünk is ilyet ad. Hát, ha valaki indít az Úr is, akkor majd támogat bennünket, és akkor jön még Magyarországra. Ebből nem lett semmi. Abszolút semmi, és akkor ott néztünk, hogy tudom, akkor most hogy? Akkor most elkezdtetek sándort készíteni? Nem, tehát egyszerűen... Nem, csak nyílt egy ajtó is. Egyszerűen azt éreztük, végül is hogy igen, nem. Ott segítettünk, igen, magyar. Én például egy ottani magyar tesónak volt egy vállalkozása, és neki mentem segíteni. Hát csak arra gondolod, hogy Pál is dolgozott. Igen. És körülbelül ezt csináltuk is. Igen, pontosan. Tehát ilyen építőipari dolgokban ő ebben volt foglalatos, és akkor pont elment egy embere, véletlenül, egy csomó munka bejött pluszba, véletlenül, és pontosan égetően szüksége volt egy emberre véletlenül. És akkor én véletlenül ott voltam. És akkor, tehát ezért... Pont véletlenül egy idős betegnény, akire valakinek vigyázni kellett, akkor, mint... Pont akkor... És te pont ott voltál. És én pont ott voltam. És teljesen véletlenül pont akkor elment az egyik tesónak az albérletükből valaki, és ott volt az albérlet, és imádkoznak, hogy valaki jöjjön. És mi pont ott voltunk, szóval ez mindig ilyen sorozatok. Los Angelesben töltöttétek a három hónapot. Így van, igen. Tehát voltunk Denizékkel is. Las Vegasban is, Arizona. Is szolgáltunk igazából, de a lényeg, hogy Isten annyira a szívünkre helyezte, hogy soha ne emberektől várjunk semmit, csak tőle. Teljes tőle való függés. Tehát, hogy abszolút nem az, hogy most ilyen-olyan támogatás, vagy ilyen-olyan anyagi, bármi biztosítás, semmi. Annyira rajta függünk, mert ő embereket indíthat bárhol, és fog is, és indít is. És akkor így kérdezik emberek, hogy de hát akkor erre, meg arra a hónapra, meg mi, tudjuk mi? Hát tudjuk azt, hogy ma van, holnap, hogy lesz az Úr, tudja, kész. Ez a vízen való világ. Egyet kell tudni, amit Isten rendel. Ennyit tudom. Értitek, ahova kell eljutnunk. Tehát ameddig van annyi pénz, hogy benzint tudunk tankolni az autóba, megyünk a következő helyszínre. Ennyi. Amikor nem lesz, akkor megállunk és imádkozunk. A bőjtani kell bőjtani. Egyszerű. Kiokulták ott Amerikában, hú, majd csak zsíros kenyér lesz Magyarországon. Majd megtanuljátok a zsíros kenyér. Egyetek, tudod, hogy nem tudjátok, mi váljátok. Hogy a tanítok, amiből leadni lehet. Ja, és akárhová megyünk mindenhol, csak etetnek bennünket. Zsíros kenyér, majd figyelj, nincs nem csak zsíros kenyér. Hagymát is vannak hozzá. Dennis Walker, köszöni szépen, nagyon jól van egyébként. De mivel tudjátok, hogy tavaly volt egy szívrohama, most pedig tört... Bocsánat, szívinfarktusa. Az ugyanak? Igen. Én angolul gondolkodom, és mindig angolul akarom mondani. Semmi baj, nem haladjunk. Most pedig történt egy agyvérzése. Tehát természet fölötti módon Isten meggyógyította, mert teljesen jól van. Viszont az orvosok, a családja, mert hát ez itt elég sok gyermekre, unokája is, tehát nagy család, aggódnak érte, és ezért nem ő, hanem mindenki más helyette úgy döntött, hogy nem szeretnék őt elengedni. És az orvosa maga azt nyilatkozta, hogy egy éven keresztül nem utazhat tengeren túlra. A repülés miatt, mert az, hogy tengeren túlra, bármi történik, tehát nem Amerikában csak úgy hazajutni. Hát jöhet elég is egy biztonsági intézkedés. Igen, biztonsági. Ő jönne is szerintem. Hát ha csak őt kérdeznék, azt mondta, hogy jön. Tehát ő már itt lenne, de igazából ez nem csak a saját döntés. Úgyhogy 2016 májusban egyébként ugyanúgy szándékozik jönni, és reméljük, hogy ez meg is lesz. Na most az a képzés, mert ugye kérdeztetek itt a képzésről, a képzés, amit ők csinálnak ott Amerikában, azt ők ugyanúgy folytatják Amerikában,
ők a teljes tananyagot átadták nekünk, hogy mi azt használjuk és tanítsuk, és tehát, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, úgyhogy mi imádkozunk azért, hogy ez gyakorlati módon hogyan tudjon megvalósulni, meg hogy maga Isten mit akar, tehát, hogy pontosan, hogy akarja az Úr, mert tehát mi már régen letettünk arról, hogy most megtanítsuk 12 pontban, hogy kell a mennybe menni. Ez nem lehetséges. Egyébként sem erről szólnak a tananyagok, csak hogy értitek, tehát, hogy azért éleztem ki ennyire, hogy ez nem lehet így, hanem teljesen a Szent Szellemtől akarunk függni, hogy ő hát igazából erről szól a tananyag maga, hogy Szent Szellem. Erről szól a tananyag. Től függjünk mindenben. Teljes függés a Szent Szellemtől. Amiről ma este tudjuk, hogy a Szent Szellemtől. Igen. Tehát, hogy meglátjuk, hogy a gyakorlati... Szegész este erről szól. Gyakorlati módja ennek, hogy lesz. Mi elhatároztuk, hogy lépésről lépésre követjük az Urat. Tehát, ha azt mondja az Úr, hogy jöjjünk minden vasárnap össze Veresegyházon, akkor addig összejövünk, ameddig azt nem mondja, hogy ne, hogy elég. Tehát ezt mindenkinek elmondjuk, hogy nehogy berendezkedjetek itt nekünk, és úgy gondoljátok, hogy hú, szép melegítő szója. Minden vasárnap jövünk Veresegyházra, mert minden vasárnap ott vagyunk. Igen. Nem feltétlenül. Tehát, hogy az Úr azt mondja, hogy most megyünk máshova, akkor megyünk máshova, ha máskor. Tehát a Veresegyház az egy homokszem az egészben, amit Isten akar Magyarországon csinálni. Tehát az csak egy épület, de nem akarjuk az épület köré bármiféle szerveződést. Intézményi létesítményt. Hiszünk az gyülekezetekben, hiszünk a kis közösségekben, és hiszük azt, hogy akárha nagy, a nagy közösség is összejön, a kis közösségek elengedhetetlenek. A mi látásunk szerint ez, amit most csinálunk, ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Tehát az, hogy mi megismerjük egymást, hogy tartsuk a kapcsolatot egymással, tudjunk egymásról, hogy fel tudjanak bármikor hívni, legyen az hajnal 2, legyen bármi. Elérhetők, most nem biztos, hogy mindig elérhetők vagyunk telefonon, de olyan szinten megközelíthetők legyünk, hogy nem félnek tőlünk, nem tartanak tőlünk, hanem közvetlenség legyen. És ez nem csak velünk legyen meg ez a kapcsolat, hanem egymással is. Tehát mi azt szeretnénk, hogy Krisztus teste, tehát hogy egymást is szeressék már végre, és ne azt keressük, hogy miért nem vagyunk egyek. Próbáljuk összekötni az embereket, hogy akik hasonló a szívük, hasonló a gondolkodásuk, hogy össze tudjanak jönni, imádkozni, jól érezni magukat. Nem kell feltétlenül állandóan nagyon szervezett formában, hanem csak mint ahogy ma is tényleg így összejön, beszélget, hogy mindenki elmondhatja, ami a szívén van, és olyan jó dolgok jönnek ki. És itt szándékosan nem is megyünk bele felekezet, gyülekezet, mindenki oda megy, ahova csak szeretne. Persze. Teljesen szabad mindenki erre, mi támogatjuk. Mi nem azért vagyunk, hogy bárki most dünamiszossá váljon, értitek? Ez nem is egy... Igen, tehát a dünamisz önmagában is azt szeretnénk, hogy azt jelentse, hogy lebontjuk a falakat Magyarországon. Tehát, hogy nem egy másik falat fölemelni, hanem hogy... Nem egy újabb hálózatot, vagy csoportokat, akár... Igen, nem megint egy ilyen franchise dolgot csinál, hanem pont az, hogy ledöntsük ezeket a felekezetközi falakat, És hogy a dynamisz ezt jelentse, tehát hogy igen, hogy én is ezt akarom csinálni, tehát hogy én is egy vagyok a Krisztus testébe, és hogy nem akarok én semmilyen istállóhoz tartozni már, hanem magához a mesterhez, és hogy szeressük egymást, tehát nem arról szóljon már a dolog, hogy mi választ el egymástól, hanem hogy mi köt össze. Mi abban hiszünk, hogy minden egyes város, minden egyes közösség, és minden egyes ember egyedi, egyedi elhívással, egyedi ajándékokkal, tehát ha mi most franchise rendszert akarnánk csinálni, akkor valamilyen szinten muszáj valamilyen területet megbénítani, ahhoz, hogy olyanná tegyen, mint a másik, értitek? De hogy valaki lenaposni azért, hogy fölemeld azt. De Isten sosem akarta ezt. Tehát Isten azt akarja, hogy azok az egyedi dolgok, amiket Isten ott adott, azok működjenek, és ha bennünket valamilyen szinten Isten akar használni abban, hogy bátorítsuk ezt, hogy tudjanak ránk számítani, hogy imádkozzunk értük, hogy
tanácsoljuk őket, ha a Szent Szellem mond valamit, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy bocs, nem tudom a választ, menj az Úrhoz és kérdezd meg, de ha igen, akkor miért ne? Értitek? Tehát, hogy ez a... Kérdés az, hogy el lehet-e veszíteni a kegyelmet. Ma sok ilyen dolog, sok helyen az egyházban első számú vita, hogy látjátok a szeretet, igazságban járás, kegyelem, egyensúlyát, összefüggéseit röviden. De ez kettő külön dolog. Jó, de összefüggőnek a kegyelem. Véleményem szerint el lehet veszíteni, de nem egyszerű. Tehát nem, ez nem ennyi, hogy jaj, hazudtam, és most nem vallottam. Igen, és már kiestem a kegyelemből, már nem is vagyok az Isten gyermeke. Tehát, hogyha te letagadod a te fiadat máról holnapra, mert mit tudom én elhasalt, akkor ha letagadod azt, hogy adott te gyereked. Azért a zsidó tízben meg a jelenések 3-6, vagy itt ott azért a életet könyvéből való kitörlés, vagy aki már nagyon komoly dolog lehet, ugye így lábbal tiporja a szövetség vérét. Igen, tehát meg lehet csinálni, de nagyon-nagyon tudatosan az, hogy én letagadom, én semmi közöm. Semmi. Tehát olyan szinten kell, hogy valaki elválasszon magát az Istennek a dolgaitól tudatosan, hogy akkor lehetséges, de ez nem ennyi, hogy jó, hogy most így, úgy. Nem gondolom arra is, hogy sokan katolikus. Mert Isten az utolsó pillanatig... És még Olaszország jutott nekem például most hirtelen eszembe, hogy elmegy egy maffia főnök, rendszeresen jár a templomba, de közben gyilkolja az embereket, hogy akkor az hova... Tehát ő megtérte valaha is, őt lehetett valaha is azt mondani, hogy ő megtért, hogy valódi, ilyen szemben. Minden a Biblia gyümölcseiről ismerszik meg a fa. Tehát milyen gyümölcsöket... Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy azt írja a Jakab levelében ugye a Biblia, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt önmagában. Tehát nem is, nem beszéltünk addig hitről, amíg a cselekedeteimben nem kezd el valamiféle változás jönni a hitemnek a gyümölcseképe. Nem tudom, ez mennyire érthető. Vagy a Galatőről szeretsz el a gyümölcsébe. Tehát nem, azért, tehát nem a cselekedeteimből akarok Istennél igaz ember lenni, de hogyha elfogadom azt, hogy én hitáltal, hogy én Jézusban élek, én megigazultam, én Istenhez tartozom, értitek, amiről beszéltünk is, hogy belelépek Jézusba, nem teszek ezért semmit sem, mert tényleg nem is kell ezért tenni semmit, hanem belelépek Jézusba. De ez okoz bennem egy olyan változást, hogy ez látható az életemben, ez változásokat fog hozni, és a cselekedeteimben is ez kihatással lesz. Tehát meg fog változni az életem emiatt, hogy én beleléptem Jézusba. Ha ez nem történik meg, tehát nem látszik az, hogy bármiféle... változás állna be a cselekedeteimbe, akkor meg kell kérdőjelezni, hogy valaha is megléptem én egyáltalán ezt a hitbeli lépést, vagy nem. Tehát nem szabad, hogy hagyjuk, hogy becsapjuk saját magunkat azáltal, hogy ó, kegyelembe élek, és minden rendben van velem, de az életem meg ugyanúgy megy tovább, mint az előtt, attól eltekintve, hogy próbálom magam nyugtatgatni, hogy hát én rendben vagyok. Általában akik kis, tehát próbálják kihasználni a kegyelmet most idézőjelben, azok a testi keresztények, akik nem akarnak szellemi életet élni, hanem próbálják a kiskapukat megtalálni, hogy hogyan védkezhetek úgy, hogy mégis kegyelmet kapok. Hát igazából sehogy. Mert ilyen nem létezik igazából, tehát nincsenek ilyen kiskapuk, és hogy mi a kapcsolat a szeretet, a kegyelem és az igazság között. Tehát hiszük és van. Erről volt szó ma este. Igen, hogy Jézus Krisztus egyetlen parancsolata a szeretet, de ugye azt mondja a János 1.17, hogy ami Mózestől volt a törvénye, Jézus hozta el a kegyelmet és az igazságot. Egy helyen említi a kettőt, és tehát nem megy egyik sem a másik nélkül. Tehát a kegyelem az igazsággal együtt működik. De az igazság Jézus kegyelem nélkül, az igazság kegyelem nélkül lehet, hogy egy igaz dolog, ami információ, de nem igazság.
Akkor ebből egy prédikáció lesz. Okay. Igen, most azért gondoltam, hogy nem kéne ennyire kivesézni. Igen, mert akkor ebből egy egész... De ma este egy prédikációnak a témája. De tehát nem működik egyik sem a másik nélkül, tehát fontos, röviden is tömre, nagyon fontos, hogy ez egységben legyen. Ez összetartozik. Igen, tehát vannak végletek, amikor törvénykező lesz. Igen. Csak szeretetben, de nem számít igen, csak, semmi más. Igen, de viszont az, hogy igazságban járni, ezt sokan azt gondolják, hogy ez a Bibliának megint a szavai. De az igazság az megint egy személy. Jézus maga, ő az út, az igazság és az élet, így van. És Jézus az út, ő az igazság és ő az élet. És ezt kell megértenünk, ha Jézus megvan neked, akkor minden megvan. Tehát, hogyha felöltözöm Krisztus, így van, így benne van. Járok, igen. Akkor már a hitáltal az birtokon össze. Például valakik kérdezték, hogy ti kegyelemtanítók vagytok? Igen. És igen, nem lehet kegyelem nélkül tanítani a Jézus Krisztusnak az igazságát. Tehát, hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy mi egyek vagyunk-e azok közül, akik a hiper-szuper meg a kegyelmet tanítják, akkor azt mondjuk, hogy nem. Mert nem. Hanem de nagyon fontos a kegyelmet tanítani. Értitek, hogy beszélünk? De viszont nagyon fontos egy dolog. Nem beszélhetünk kegyelemről ítélet nélkül. Uh-huh. Tehát például egy bírósági tárgyalás van, így van, ki kapott kegyelmet? Akit elítéltek. De utána felmentik valamiért. Csak az kapott kegyelmet. Tehát minket elítéltek a bűneink miatt, Jézus Krisztusban lettünk elítélve. És ezért kaphattunk kegyelmet, mert hogy Jézus vállalta magára ennek az árát. Így van? Uh-huh. És ezáltal mondta az Atya, hogy oké, kegyelmet kaptál. Mert elfogadtad ezt az árat. Amen. Szombat kérdése, vegetáriánus kereszténység. Hát ez nyilvánvaló a Bibliában, hogy... Na már olvasom is, és akkor mindenkinek nyilvánvaló lesz. Házi gyülekezete kérdése, hát szerintem ezt meg is válaszoltuk, hogy teljes mértékben hiszünk benne, hogy tehát Isten... azt akarja, és a következő kérdés is, hogy egyéni szinten történő lelki gondozás és tanítványozás személyre szabottan, abszolút. Tehát Isten annyira személyre szabott. Annyira személyesen akar mindenkivel foglalkozni, hogy nem is megy másképp. Én személyesen szeretek minden egyes emberért egyesével imádkozni. Nem tudom, hogy mindig lesz erre lehetőség, de ameddig van rá lehetőség és idő, addig el ne legyen senki, addig nem imádkozunk értük személyesen. Azért, mert hiszünk abban, hogy Isten olyan dolgokat tud importálni az ő szelleme által a másik ember felé, amik életek változnak meg, és ezt látjuk minden, életek változnak meg, egyetlen egy ima, egyetlen egy szó, egyetlen egy jelenlét, egyetlen, tehát annyi mindent használ Isten, és kinyer mit mindbe azáltal. De van, akinek elég egy szó, van, akinek elég egy mosoly, de van, akinek kell az ima. És hiszik, hogy az áttörések és Isten profétai kijelentései, tehát ezek mind össze, gyógyulások, szabadulások, nagyon sok csodát. Megvan közben az igen? Persze, nem a Filippi, hanem Kolossé, bocsánat. Várjuk. Kolossé 2.16-tól azt mondja, hogy ezért ne engedjétek, hogy bárki is szabályok közé szorítson benneteket, a tekintetben, hogy mit ehettek, vagy ihattok, vagy hogy milyen zsidó vallási ünnepeket, például újbor vagy szombat ünnepét kell megtartanatok. Mindezek a vallási szabályok a múltban csak előrevetített árnyékai voltak a közeledő valóságnak, vagyis Jézus Krisztusnak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat imádják, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek ok nélkül nagyra tartják magukat, mert a régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz, pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és inak által így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok,
ezért felszabadultatok a világot uraló hatalmasságok alól, akkor miért viselkedtek úgy, mintha rég, hogyha még mindig ezek ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek ezt követelik? Ne vedd a kezedbe! Ne egyél ilyet! Még csak hozzá se ér! Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra valók, és nem maradnak meg sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodás szabályák, amelyre a hamis alázatosság és a testgyötrése jellemző. Ezeknek azonban semmi hasznuk sincs, mert csak a régi emberi test természet kívánságainak kielégítését szolgálják. Ezt értjük, megismerjük is, mert ezt pontosan elmondták, hogy a hamis egyház az így működik. De most azért tettem fel ezt a kérdést, mert viszont még nem találtam meg a Szentírásban annak a cáfolatát, hogy ugye a tíz parancsolat fölött érvényű. És erről Krisztus is beszél, hogy a törvényből egy út, egy pontocská nem múlik, amik a világ nem múlik. És igazából én sem tudom elhinni azt, hogy a 9 parancsolatot be kell tartanunk, egyetlen egyet pedig nem. Tehát ezért viszont ez elég nagy ütközési pont a mi életünkben. Akkor kérdezek tőled valamit, miért gyógyított Jézus rendszeresen szombaton? Mert szabad szombaton jót cselekedni, azt mondta az Úr. Na de a törvény azt mondja mégis, hogy ne csinálja semmit se. Igen, de erre mondta Jézus azt, hogy ha belesik a szamarod, akkor nem húzod őt ki. De akkor mi a szombat lényege? A hétköznapi munkától való tartózkodás, hogy az Úrral töltsön ezt a napot, mert az Úr is elkülönített meg szentelt nap, mert az Úr is ezen a napon nyugodott. Így van, akkor felolvasok még egy ígéverset. Nem hat. Nem, csak szeretne visszalátni, és ez fontos, hogy lássuk. Fontos, hogy megnyugodni a szelleme. Így van. Azt kell megérteni például, hogy szombat is Jézus maga. Tehát, hogyha neked egyetlen egy napot kell elkülöníteni Isten számára, akkor nagyon nagy bajba vagy. Igen, minden nap szombat kell. Igen, van. És ez Jézus maga. Maga az. Tehát, hogyha... Várjál, azt mondja, és van egy ilyen igevers. Érted? Tehát, hogyha ez egy napból kimerül ezt, hogy Igen, de szoktuk is mondani, hogy ne csak szombati keresztények legyünk, tehát... Na de hát... Igen, csak a teremtés is, hogy Jézus így ott is ezzel példátok, hogy a hadnapon szóval... Tehát nekünk ez a legnagyobb konfliktus. Igen, és hogy hetedik napon pedig a fő is. De hogyha ezt is megtartjátok, nem fognak érte bántani, érted? Tehát, hogyha ezt megfelelő szívvel tudja csinálni az ember, ebből még akár áldás is jöhet ki. Teljesen addig, amíg ez nem egy kívülről rátok nyomott törvény. Igen, ez a lényeg, hogy ez ne azért csináljuk, mert hogy ebben ültem, vagy meg. Igen. De akkor szabad lelkis, ez főleg akkor most átadom, hogy szabad a felekezethez tartozni, mert mondjuk ezt a terhet én már így letettem, de a lányom még nem, hogy szabad olyan felekezethez, most itt van a döntés fázisában, hogy hova keresztelkedjen. Kisről nem szabad ünneplő. De közösséghez tartozni kell. De közösséghez feltartozom, mert nem sem csak úgy. Most úgy vagyok a vakulában, valahol lúgok a levegőben. Senki nem kötelez téged semmire, Isten még a közösségre sem kötelez. Tehát semmi nem ez, hogy most azt kell megvizsgálni csak, érted, hogy hol tudod azt gyakorolni, érted, azt a szabad közösséget Jézussal, ahol nem próbálják neked azt meghatározni, hogy ezt hogy tedd meg. Lehet, hogy évekig nem tudsz közösségbe menni, mert nincs olyan közleg, ahova mehetnél, hogy ezt gyakorolj. Én azt tanácsolnám neked, hogy olyan közösségbe menjél, ahol téged arra bátorítanak, hogy Jézussal minél inkább kialakuljon ez a személyes kapcsolatod. Ahelyett, hogy különböző törvényeket akarnának rátolni felülről. Igen, mert az a baj, hogy ha már megkeresztek egy bizonyos egyházhoz, akkor egyértelműen felvesznek az egyházék sorába, és inkább önben hozzánk keresztelkedik, nem Jézushoz, hanem egyházhoz. Igen, igen, sajnos, igen. Igen, és hogy, hát nem tudom, nálam most... De a Biblia meg mit ír, hogy Jézus Krisztusba kell belemerítkezni. Igen, igen. A bemerítéskor is. Tehát nem az egyházhoz kell keresztelni. Te nem baptista leszel, vagy bűkösdista, vagy a bűkösdista. Igen, a tisztelem is léteznek ezek. De hogy van ilyen egyáltalán ilyen közösség, ami nem úgy keresztelnek, hogy akkor hozzájuk tartozok és felvesznek, és akkor te most... Nálunk nincs lista, ha erre vagy kíváncsi. Nálunk sincs lista.
mindenki szabadon jöhetnek, szabadon kimehetnek, és elmehetnek. Figyelj, egy a lényeg, hogy neked Jézushoz kell hűséget fogadni, és egyetlen egy egyház is sem. Mert bármelyik egyház bármikor elmehet egy rossz irányba, és hogyha te ő hozzájuk keresztelítesz meg, akkor te is mész a WC-ba, levőd a WC-ba. De hogyha Jézus... De ha Jézusnak fogadsz örök hűséget... Kétszemélyes közösség. Azt mondom, vegetáriánus vagy nem vegetáriánus, tehát az meg... Az mindenkinek szabad döntés alatt, hogy érkezik. Mi adventisták a tisztát alatt, nem eszük meg a tisztát, igen. Én mondjuk vegetáriánus vagyok, de saját döntésem. De a tiszta étkezés. Egészen addig, amit nem... Az egyébe például nem. Risznóhús az tisztátalan. Az abszolút. Mi nagyon szeretjük, és hálatással megesszük, és itt elfogadjuk, hogy egészen addig, amíg nem ítéled meg a másik egyet. Így van. Amíg elvisz engem fogadni úgy, hogy én ekkora nagy rántatusokat összekérdem. Mikrofonon vagy egyelőre. Nagyon szeretjük. Érted? Addig nincs baj közöttünk, mert én tiszteletben tartom ezt. Érted? Ja, teljesen addig, amíg te ezen nem ütközöl meg. Egész nyugodtan. Érted? Mert itt van leírva egyébként a Bibliában, hogy minden bármit, amit a mészárszékbe árulnak, bátran meglehetnek, sőt, amit elétek tesznek, nyugodtan megehetitek, nem kell tudakozódni a lelkiismeret felől. Miért? Mert a szívben zajlanak a dolgok, és nem a gyomorban. Nem azt teszi tisztátalanná az embert, amit megeszik a gyomorba, hanem szívből jön ki. De úgy leszel zsidó, hogyha látod, a szívedben megint... körülmetélve, nem úgy, hogyha betartasz látod, bizonyos régi zsidót. Tehát ez az, hogy össze van keverve az ószövetségi törvény, igen, az új szövetségi parancsolatok, vagy a érted? És azt kell megérteni, hogy ez itt kell, hogy a szívünkbe zajlja. Mi a tisztákkal, mi a tisztákkal. De ez megmaradhat azért mindenkinek a szabadság, hogy ez így önmagában nincs probléma. Én ettől döntöttem úgy, mert mondjuk a tisztamosokat megjelentem, én úgy döntöttem 25 év vagy vegetáriánus lettem. Van olyan, akinek még orvos is javasolja, mert mit tudom én, milyen vércsoportú vagy egyebek, és hogy neki kifejezetten jót tesz, ha nem eszik húst. Van, akinek meg kifejezetten jót tesz. Lehet, hogy nem eszel te tisztátalan állatokat, érted? De lehet, hogy a szíved meg egy rothadt valami, érted? Ami egy gyönyörű vallásos ember lehetsz, érted? De nem eszel tisztátalan. És büszke vagy magadra. Tessék, még egy kérdésre, nem akarom az időt, hogy csak ez a bor, ezt nem más ilyen közösségben is tapasztaltam, hogy borral történik az úracsoda. Persze, Biblia szerint. Igen, de hogy ezen nagy vita van, hogy akkor most Jézus tényleg borral tette ezt meg, mert pedig muskánál. Egy kérdés. A kánai mennyegzőn berúgtak az emberek, hogy nem? Nincs megírva. Tele van írva. Mikor megrészegettek, akkor hozta a jó bort, ugye? Jaj, igen. Itt a végén is volt a végén. És Jézus milyen bort hozott, akkor jó. Csak akkor hogyan vethető ez össze, hogy a Szentlélek temploma, szóval, hogy úgymond akkor hogyan tartom itt tisztán? Mert az már egy eljött dolog, az már egy bűnnek a... De megint csak ez ugyanaz, mint a tisztátalan állat. De megint állt, akkor ezek szerint az alkohol tisztátalanná teszi a testet, szerintem? Nem, csak hogy el lehet jutni részegedés állapot. Úgymond, amikor nem vagyok tisztán a tudatomban. Abszolút folytol, amit az olvasod. Nem. Látod, megint egy olyan törvény, ami valaminek a megtartása, ami és nem a szívből való dolog. Érted? Tehát egy külső valami, ami próbálok magamra húzni. És van rá szabadságot, hogy ne élj vissza az italon, és csak ennyit igyel, ha ennyit bírsz? És ne igyel többet? Ennyi. Szabadságokban felelősség. Nálunk ez úgy történik, hogy mivel hogy teljes szabadságban élünk, hogyha Csaba meg akar inni egy sört, vagy esetleg egy kis bort, abszolút nincs belőle probléma. Egyedül nem szokott inni, mert minek, de hogyha társaság van, akkor miért ne? Mert nem vagyunk vallásosak, és attól ő nem fog se a pokolba jutni, se nem lesz rosszabb keresztény tőle. Sőt, tudományosan megvan állapítva, hogy egy pohár bor nagyon jót tesz az emésztésnek. Fárapos, hogy egy pohár bor, a gyomra, 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 a gy
Én személy szerint azért nem iszom, mert a szervezetem úgy van kalibrálva, tehát ez nem jó. Szervezetem nem bírja, tehát egy pici alkohol sem. De az úrvacsorát azt tudod. Úrvacsorát tudok lenni, de így ennyi. És nem azért nem iszom, mert megítélek bárkit, vagy mert nem érted? Semmilyen vallási oka nincsen. Egyszerűen nem bírja a szervezetem, és nincs rá szükségem, és nem is szeretem. Tehát ennyi. Ezért fontos, hogy a szívvel a szabadság, a szabadság. És itt már te felesztő, hogy visszajelzze ezzel a szabadságot. Könnyörű, ki fogunk nyílni, mint egy virágbert. A mérték gyakorlása. Mert belülről fogunk kifelé. Csak jól tanultuk, hogy a bor az valójában egy nagyon jó minőségű mustot jelentett, és sohasem alkohol. Igen, ezt mondja, ezt tanítja az adventet. A mustot nem lehet megrészegedni, de János 2, a kánáli... Vagy mi mondták Jézusról, hogy részeges, hogy csak azt látták, hogy... Nagy étű Boris ember, részeges. Mert mondják, hogy részeges ember, és bűnösök barátja. Egy bort ívó. Valószínűleg nem a szénben valami alkoholmenteset ívó. Tehát látták ők, hogy alkoholt iszik szó szerint, és azért mondhatták rá, csak hát ezt tudom. Mint hogy ő attól még nem részeges, mert iszik együtt a bűnösökkel. Vagy egy barátot megívott, hogy ezzel nem csinál semmit. Na mindegy, menjünk tovább. De nyugodtan még, hogyha van más kérdésünk is, nyugodtan. Az a lényeg, hogy szabad legyen a szívetek. De fontos, hogy megnyugodjatok ezekben. Így van, igen. Hogy szabadok legyetek arra, hogy lelkismeret fordulás nélkül kövessétek őt. Mester. Céltudatos gyülekezet irány vonala, mennyire értetek egyet, hogy mindenkinek feladata van, nem jó, a 20% dolgozik, 80% csak úgy van az egyházban. Hogy a minőséget kell végre előtérbe helyezni, aztán a növekedés, de azt is új módon. Szerintem erről szól a prédikációnak. Hát ez igen, ez... meg önmagát is megválaszolja, egyetértünk ezzel. Minden egyes ember úgy születik meg, hogy tele van ajándékokkal. És azt kell bátorítani egymásban, hogy az előjöjjön mindenkiről. Mert akkor mindenki boldog lesz benne, és jól fogja magát érezni. Milyen szellemi szinten áll az egyház ma hazánkban szerintetek? Milyen feladatok várnak ránk az eklézsiára? A nagykorúság és Isten tervében való eredményes használhatóság érdekében mit kell még tenni, ti ebben hogyan akartok részt venni? Kaptatok-e látást az összmagyar társadalomról, mennyire felnőtt módon képes gondolkodni van a profécia látás nálatok Magyarország jövőjéről? Most kezdjük. Igen, tehát a lényeg, amiről beszéltünk is. Tehát amiről beszéltünk is, a mi részünk azt jelenti, hogy a mi plafonunk legyen mindenki másnak a padlója, és nem az, hogy itt most kis királyságokat kell építgetni, hanem az a feladat tényleg, hogy te vagy fontos. Nem a szervezete fontos, hanem te. Azt látjátok, hogy kiskorú még a magyar egyházban. Hát az enyhe kifejezés. Tehát igazából így sokkal könnyebb őket kontrollálni. Tehát hogyha kiskorúak, akkor sokkal kezelhetőbbek. Ha valaki megpróbál felnőni, az azonnal lázadó, az azonnal necces, az azonnal gázos, és azt ki kell vagy rúgni, vagy le kell nyakazni. Le kell ültetni. Le kell ültetni. Szolgálatból. De ezzel abszolút nem érünk egyet. Tehát a mi célunk és a mi vágyunk az az, hogy minden egyes hívő testvérünk eljusson a felnőtt férfiúi korra. Teljes Krisztus. Pontosan erről is beszéltem. Én lehet, hogy elhamarkodottan mondtam egyszer, de pontosan ez, hogy 20% dolgozik, 80% meg csak ül, és ezt egy el kell fogadni. És nekem valami ezt azt mondta, igen, hogy ez így működik. Az egyházban kész, ez így van. Ez a 20%. Ez a statisztika, igen. Na jó, hát persze, ez csak egy olyan szám. Igen. Most ez lehet, hogy változó különböző közösségekben. De én egyszer nekem úgy jött, hogy uram, én azt akarom, hogy egy 100%-osan cselekvői szolgáló egyház legyen. Tehát én nem akarok megelégedni azzal, hogy akiket én ismerek, hát hogy mindenki, ahogy ti mondtátok, szolgál és tűz van benne és csinálja, de hát ne legyen egy felhígult... Igen, csak ezt mi nem tudjuk, tehát hogyha meg mi ráerőltetjük ezt az emberekre, nem, ez inkább csak én másik végletbe esünk bele, hogy mi állandóan böbdössük őket egy kihegyezett bottal. A mi feladatunk igazából bátorítani az emberekben azt, amire egyébként is vágynak. Meg például mutatni, nagyon fontos az, hogy megkívánják azt az emberek, hogy hát én is ebben részt akarok venni. Ez sokkal jobb, mint az, hogy... Igen. Mint ahogy Réhard Bonke mondta, vagy más mondta, azt hiszem, hogy mondta, hogy én égek, és mindenki nem. Nem, ez a John Wesley. John Wesley mondta? Igen, Angliában ráadásul, vagy Sheffieldben mondta. Hát, hogy én...
hogy megkérdezték tőle, hogy hogyan szolgálsz. Hogy mi a titkod ebben, hogy ennyi, ekkora tömeget vonzó magadhoz. És mondta, hogy Isten engem lángra gyújtott, és a világ csak jön engem égni. Hogy én hogy égek Istenem, ezért jönnek el, hogy ezt lássák. Igazából mi célunk is ez, hogyha látják, ahogy égünk, akkor ők maguk is lángra borulnak, tüzet kapnak és akarnak. Tehát akkor ők akarnak tenni, mi pedig arra bátorítjuk őket, hogy tegyék meg, amire Isten kérdezett, nem amire említett. Hát igen, hogy nem vagyunk már most ez meg az egyházban, és ezért ülnek annyira, mert... Persze, tehát hogyha te jársz folyamatosan egy helyre, és azt érzed egy idő után, hogy nem vagy fontos, meg nem számítasz, mert nem használják azt, amit benned van. Kitöltöd a sorokat. Igen, akkor egy idő után belefásulsz, megunod, elmész. Ha viszont azonnal beállítanak a szolgálatba, és igazából annyira nem is akarod, hanem úgy olyan, mintha így rád erőltetnének, akkor az meg megint a másik véglet, mert akkor attól meg elkezdesz menekülni egy idő után. Ezért próbálom itt fókuszálni az Istennel való személyes kapcsolatra, mert akkor az örömmel, az egyszerűen jön elő, egyszerűen már nem tudod magadban, valamit csinálni akarok, mert valami része akarok lenni az egésznek, mert egyszerűen annyira tele vagyok Istennel, és ez egy más, teljesen más hozzáállás, egy más. És az, amikor Isten szelleme vezet téged is, aki szeretne csinálni, érzed, bennünket is, akik érezzük, hogy szeretnél csinálni, és bátorítjuk ezt benned, csak nagyon fontos mindenben a motiváció, hogy miért akarsz csinálni. Látszani akarsz, színpadon akarsz állni, hogy a mikrofon a kezedben legyen, és te legyél a Rivalda filmben, vagy pedig az a motivációt, hogy mindennel Isten dicsőítsd meg, és tehát azért ez sem minden értetek, tehát szerintem ezt mindenben beszóltuk, ugye? Ti is úgy látjátok, hogy a mai egyház nagy része nincs megtérve valóságosan, és az első számú evangelizációt sajnálatos módon bent kellene elkezdeni, hogy a példamutató és belső tisztulás elkezdődjön. Hát ez megint egy olyan dolog, hogy megint csak nekünk kell égni, és aki akar, az majd jön és akar, és annak tudunk segíteni, aki vágyik többre. Tehát a válasz az igen, de mi sem, tehát nem akarunk ítélkezni. Ezt meghagyjuk Istennek ezt a részét. Isten ítélje meg, ti úgy is tudjátok. Tehát mindenki, szerintem nincs olyan keresztény ember, aki ha őszinte magához ne tudná és ne érezné, hogy bemegy abba az X gyülekezetbe, mit érez. Tehát mindenkiben ott van, aki befogadta Jézust a szívébe, Isten szent szelleme benned van. És azt mondja az ige, hogy maga a szent szellem elvezet minden igazságra. Tehát, ha benned van Jézus Krisztus szelleme, Isten szent szelleme vezet téged. És te a benned lévő szent szellem által érzed belül, hogy valami necces, valami ez nem érdekes. Nagyon sok ember egy ilyen ön... megtévesztésbe élnek igazából. Hát de meg saját maguknak is hazudnak, mert hát meg lettek rá tanítva. De belül érzik, hogy nem. Már elfogadták azt, hogy ez a természet. Ez teljesen addig így is van, amíg nem jössz mondjuk te, és elkezdesz lángolni előtt, és nézd, hogy hol vagyok én ehhez. Érted? De hogyha ebben a közegben járnak, és a 80-90 vagy 100%-a gyülekeznek, mindenki ugyanilyen, akkor ez a norma. Tehát akkor teljesen rendben van ez, hogy jövünk, itt vagyunk, hazamegyünk, és kész. Jövő vasárnap majd találkozunk megint. És kimerült a kereszténység ennyivel. De mi például tegnap előtt voltunk olyan volt baptisták között, akik azt mondták, hogy rátaláltak a Sidroff sorozatra, és így felnyílt a szemük, hogy van több, létezik több, mint amit mi megismertünk. Erről beszéltem én. És azóta nem baptisták, hanem... Neobaptisták. Hanem egyszerűen annyira éhesek a többre, hogy ők maguk elkezdtek összejárni hasonló módon, és ebből robbantás lett, és... Na mindegy, nem akarok szaporítani szót. A lényeg az, hogy amikor tudjuk, hogy létezik több, és meglátjuk azt, hogy van több, azután vágyakoznak. Azután már nem vágyakoznak, akkor vallásosságon, csak simán. Igen, de ezzel én úgy gondolom, hogy ezzel nekünk nem kell foglalkozni. Hanem meg kell hagyni, imádkozni kell értük. De meg kell hagyni Istennek, hogy majd ő elvégzi ezt bennünk is, hogy majd valamikor, valahol. Te mondjuk olyanra gondolkodnál, hogy
Mormonok, Jehova tanúi és a többi, tehát akkor hát, nem hallották az igazi evangéliumot, akkor feléjük is ugyanúgy kell. De ők nem, őket nem lehet a keresztényeknek a kategóriájába sorolni. De ők magukat oda sorolni, tehát érted, ők magukat oda sorolni. Én nem tudom, hogy a katolikusok is ott vannak, tehát most megjegyjük meg ugye a bálványi mellett, ugye a protestánsok teljesen elhatárolódnak ugye tőlük, mint hogy egyébként azt lennének. Tehát a reformátusok az borzasztó élesen támadják őket, de általában mindenki. Én azt mondom, hogy nekünk kell a Szent Szellemtől elvennünk az egyénekre, hogy Isten hogy látja őket, mert higgyétek el, hogy nagyon sok olyan ilyen nagy egyházba járó ember tiszta szívéből keres Istent, csak éppen ott nem találja, de a szívében tényleg Istent keresi, és ott él benne az Úr. Sokan vannak, akik viszont szerintem üdvözülnek is ott benne, az ő saját. Nem barátunk a Szilvivel, ő Óznal lakik, nagyon sajnálom, hogy nem tudott eljönni. Ő például olyan szinten rajon Krisztusért, így én el tudom kézzel, hogy a mennybe. Na erről az szó. Igen, tehát... És most, hogy hogyan fér meg az most Mária kultus, stb. Stb. De ezt mindenkit Isten el kell, hogy vezessen ezekhez igazságot. Tehát az biztos, hogy ezt érezzük, hogy nem arra vagyunk elhívva, hogy mesterségesen fújjuk a levegőt az emberek szájába, aki nem is akar élni. Érted, mit akarok mondani? Igen, és akkor már felfújtam egy léggömbért, de ő még mindig nem akar felkelni. Annak, persze, de előtte nem lehet semmi. Tehát inkább arra fókuszálunk azokra, akik éhesek, szomjasak, és majd ezáltal valamilyen szinten megkívánják egy nap, hogy fú, figyelj, én is részt akarok venni, most már föl akarok kelni, most már valamit leteszek az asztalra, valamit oda teszem magamat, mert ez nem elég, amiben élek. De ez csak így megy újra. Múlt héten igazából egy olyan közösséggel, ahol van egyetlen ember, aki mondja az igazságokat, mondja, és már mindenki megtért volna, csak azért nem térnek meg, mert az az egy ember így súlykolja beléjük a dolgokat, és szó szerint a törvény úgy. És egyszerűen így ott voltunk, hogy rögtön azt hozta a Szent Szellem, hogy mi az evangélium jelentése. Mit jelent az az, hogy ő is adventista, ugye? Persze csak az egész légkörét, érted, az voltunk ott 20-an, és így az egésznek így állandóan így rányomta, érted, mint egy ilyen... Mindenki alig várta, hogy mondjuk már ki, hogy Jézus. Annyira vártad az ember. Törtünk át a szívünkben az ember. És akkor így hozzászól valamit, és így megkeményedett újra, és akkor megint megkeményedett. És akkor megint megkeményedett. De ez az ember miért volt itt? De vágyok többre. Ő is vágyik többre. De mégis. Csak mi a benne vannak ezek a gyerekek. Ez az, hogy te járnék a gyülekezetében, nem tudjátok? Lehet, hogy jársz. Igen, nem tudjátok. Lehet azért mondani, hogy ezek benne így leomboljanak a pránként. Figyeljetek, nagyon. Azért figyeljetek. Figyeljetek. Az volt a kérdés. Én hiszem, hogy a mag beesett, és majd az Úr elvég. Mi az evangélium jelentése? Mit jelent az, hogy evangélium? Jó hír. Jó hír. Örömhír. Örömhír. És akkor csak az a kérdés, hogy szerinted, ha én katolikus vagyok, nekem az a jó hír, így Mária, úgy Mária, elkározol, hogy a Máriát imádod, és nem Jézust. Ez nekem jó hír. Nem Jézus szeretete. Pontosan. Most a muzulmán számára az a jó hír, hogy dzsihád, meg minden. Érted? Hát ha én muzulmán vagyok, nekem a jó hír kell. Azt mondta, hogy szeretnek. Érted? Hogy van több, van nem. Érted? Egy adventista számára mi a jó hír? Az, hogy ha megeszed a húst, és hogy nehogy vegetáriánus legyél, ez jó hír számodra? Hát most naplement, akkor kapcsolt ketté? Igen. De nem ezt fog tényleg. De csak akkor naplement. Nem ezt fog elvezetni téged Jézus Krisztus. Drága jó hír az, hogy Jézus eljött erre a földre, mert annyira szeret bennünket. Ezzel vonzuk be az embereket, mert ez az evangélium. Minden más utána jön, és Isten adhat más dolgokat, tehát bejön a kegyelem, és az igazság, és minden más. De az evangélium a lényeg, az embereknek az evangélium kell. Oké, széthúzás van az egyházban, mit kezdjünk azokkal, akik nem akarnak közeledni, bár mi nyitottak vagyunk,
egyedüli, üdvözítő Gyülinek érzik magukat, mindenkit lenéznek. Azad is meg. Ó, lehet sorolni szerintem. Széthúzás van az egyházban. Mit kezdjünk azokkal, akik nem akarnak közeledni, bár mi nyitottak vagyunk? Hát akkor mi nem egyszer, bocsánat. Egy pár ember nem kell a száján lenyomni a fűt, hogyha nem akar enni a fűt. Hogyha éhes, akkor... Milyen kényszeríthetőség? Milyen kényszeríthetőség? Azt mondja az igen, hogy aki már el van hívva... Akit az egyszer elhoztad, akit az atya már elhívott, az érez egy vonzást. Alapból, hogy Isten felé. Ez a Róma levél is. Ez a Róma, de ezt Jézus maga is mondja, hogy... Tehát, hogy csak imádkozzunk ezekért a közösségeket, emberekért, amik nem megtagadnak minket, pedig ők is keresztények, és mi mondják, hogy szeretjük őket, és de ők nem imádkod, de mocskolsz engem, ez ellenőre olyan, hú, ez nem is igazi kereszténység. Megint csak felhozzám, hogy a 10 millióból 9,9 millió megy a pokolba. Most akkor azzal az 1%-kal foglalkozunk, akik úgysem akarják. Nem semmit, ők nem akarják, érted? Most még akkor most. Én miért kényszeresen? Hát erről azon mutatott egy képet nekünk, hogy... Alig várja, sóvárogva várják az Isten fiának. Igen, mutatott egyszer az Úr nekünk egy képet, hogy olyanok vagyunk, mint József. Hogy kaptunk egy színes ruhácskát az mi atyánktól, és ezt... Kész, kurba dobnak, megölnek, rabszolgálnak eladnak, bármi, csak ne legyünk a szemük elő, tehát ott van ez a keresztény gyűlölködő testvéreink részére, igen. Ugye? Vannak az úgynevezett gyűlölködő keresztények. De mindegy, nem az a lényeg, már hanem az, hogy... Külön csoportjuk van. Nem az a lényeg, hanem Isten direkt ezt mondta, hogy majd eljön az az idő, amikor majd ők jönnek hozzátok búzáért. Igen, igen. De akkor majd ne zárjátok be a szívet. Tehát, hogy majd ne zárjátok be a szíveteket előttük, hanem ti is tudjatok sírni. Értitek? És hogyha mi most ugyanúgy dobáljuk vissza a sarat, mint ahogy ránk dobálják a sarat, akkor nem leszünk rá erre képesek. Mert sokan szeretnék az egységet, próbálnának közeledni másokhoz, de ugye nem lehetnek erőszakolni őket ilyen szinten. Na ez is látjátok, az egység akkor fog kialakulni, úgy gondolom, az egyéneknek meg lesz az Istennel az intimitásuk. Addig nem. Tehát addig emberileg lehet ezt, de mindig ott lesz az ego. Az ego, amíg ott lesz az ego, és te nem tudod, hogy ki vagy, mert azért megy az ego, mert nem tudod, hogy ki vagy. Onnantól kezdve, hogy megtudod, hogy te Jézusba ki vagy, már nem kell neked senkire, hanem egymást akkor tudjuk többre értékelni saját magunknál. Hát amikor... Jézus maga mondja, amikor azon vitatkoztok, hogy ki annak a... Érted? Hát most kicsibe, vagy nagyobba, vagy kicsibe, vagy vitőnén, de ugyanez történik, nem? Hogy most azon megy a vita, hogy ki a nagyobb. Persze. Értitek? Istennél nincs ilyen. Hát nem ismerik az a nagyobb, aki mindenetnek a szolgálja. Tehát ezt kellene benne. Na de ezt is csak az is, azt tudja megtalálni, aki... Akinek személyes kapcsolatban. Megvan ez a... Az élő. Nem lehet kényszeríteni senkit az egységre, mert az csak a mai béke lesz, vagy egység. Persze. Tehát vagy csak akkor fogadnak el, ha betartod mindazt, amit én akarok. Hát ez nem egység. Az nem egység. Tehát, hogyha nem szívedről megy, ez meg egy diktatúra, csak egy másik világ. Jézus meg mindenkinek tiszteli az ő akaratát. Később. Lábmosás, térdelő ima, mint az alázat kifejezése. Sokan a katolikus egyházhoz kapcsolják. Ti hogyan látjátok ennek a gyakorlati alkalmazását? A kiskörös videó után én már nem kérdeznék semmit. Egyébként nagyon volt, nagyon a lábmosás, mert ugye ezt a helyen az anyag összevénben. Az egyik testvére... Az adventistáknál ez összevénben. A lábmosás mi gyakoroljuk, igen. Az egyik testvére... Na hát, ez megint egy külsőség. Tehát ebből nem lett törvény csinálni a lábmosás. Ha ebből sportot csinálsz, elveszíti a lényegét. Érted? Mert az biztos, hogy mindenkinek gyönyörű szép tiszta lesz a lába. Tehát ez az egy áldása lesz az egésznek. De utána meg egy csomó állalázatoskodás jön. Már egy idő után már úgy mosolyom egymás lábát. Mi tavaly húsvétkor csináltuk. Hogy már nincs benne. De tudjátok, hogy igazából ennek a lábmosásnak is az volt, meg kell érteni a történelmi hátterét. Tehát a Jézus idejében az emberek járkáltak sarukba, bekoszolódott a lábuk, és a rabszolgának volt ez a dolga, hogy megmossa a vendégnek a lábát, és úgy jött be a házba. És Jézus pontosan ezt akarta bemutatni, hogy én, mint mester, teszem meg ezt a dolgot, hogy mint rabszolga letérdelek, és megmosom a ti lábatokat, de a mai világunkban ennek már semmiféle
inkább valaki, én egymás kocsiját lemosnátok, az már lehet, hogy jelentene valamit, mert az a mai világban jelentene. Értitek, mit akarok mondani? Igen. Teljesen más korban élünk, és a lábmosásnak már csak megint csak egy vallásos ilyen... Az egyház úgy megjelenszta, hogy ezzel próbálták az alázatot megismertetni az emberekkel, tehát az a funkciója, hogy az alázatot gyakoroljuk. Tehát ez megint csak egy magamra erőt. De ez egy idő után, például ez is elhangzott hajdúböszörményben, mikor az egyik hölgy csinálta ugye ezt, hogy megmosdotta a lábunkat, és az egyik hölgy meg azt mondja, oké, utána én megmosom a tiédet. Nem erről van szó, nem értette meg a dolognak a lényegét, értitek? Tehát, hogy oda-vissza mosogatjuk egymás lábát, ez nem az, amiről szó van. Tehát azt is én azért engedtem, hogy az ott megtörténjen, mert hogy Istennek a szelleme indította ezt a hölgyet erre. De azt, hogy most elkezdjük oda-vissza mosogatni egymás lábait, ez megint egy külsőség, megint belemennénk egy olyan valamiba, ami valaminek a... Értitek, nem a szívben zajló dolog. A térdelés az ugyanaz. Ilyen... Tehát nem egy külsőleges cselekedet, hanem a szívből jön. Én még nagyon sokszor szoktam térdelni, de nem azért, mert alázatosodok, hanem egyszerűen úgy érzem. Igen, vagy cigánykereket hányni, vagy bármi értelme. Legyél szabad arra, hogy a szívedből éled az életed, mint egy kisgyerek. Ez a lényeg. Ha leülök, ugyanúgy térdelhetek is. Értitek? Amíg még be akarunk valamit tartani, az vallás. Amíg a szívből jön elő, az nem. Tehát az őszinte. Tehát minden a szívből indul ki, hogy szívből tesszük el, amit teszünk, vagy sem. Nem is tudom, melyik a mosolatot megvalljak, akkor ugye sokan tényleg a Dunnak a testvére, hogy nagyon sokat volt a térdeim, de sokan hangfőt tették, hogy amit az alázatnak mondom, hogy persze, a másik helyen meg azt írjuk, hogy arcunkra borult a érted, és ezt viszont már nem láttam érted az egyházban nagyon gyakran csinálni. De na várjál, de viszont ez csak egy gondolat. Most már ezt is olyan tökére fejlesztették, hogy te arcodra borulsz, az Úrtól van, de ha hátra esel az Úr jelenlétül, az már nem. Csak a rövid idő miatt mi politizálunk kell, vagy egyénileg mi gondolunk a politizálásról, mi nem politizálunk. Ez érdekes, mert viszont kaptunk proféciát Istentől, hogy egy kormány szinten is fog Isten minket használni. És van olyan ország, ahol már a kormány keresztény, vagy újjászületett keresztény. Igen, tehát abban hiszünk. Tehát én ezt úgy látom, hogy a mai gyülekezet rendszeren keresztül nem lehet megtalálni az Isten királyságát. Mert négy fal közé van zárva, és abba gondolkodnak, itt be van zárva a gyülekezet. De az Isten királyságán keresztül meg lehet találni azt a gyülekezetet, ami Istennek a modellje, ami Istennek a terve. Miért? Mert ez globális. És nincs négy fal közé zárva. Tehát a hitünk szerint, amit Isten tenni szeretne Magyarországon, az nem csak egy ébredés, hanem egy reformáció. Tehát, hogy a társadalom így ezt így éppen. Igen, tehát a kormányban, az egészségügyben, az oktatásban, a médiában, a bankszférában, és minden területen Isten szeretne olyan embereket behelyezni, akik a döntéseket meghozzák. Így van. De ehhez nekünk ki kell mozdulni a gondolkodásunkban négy fal közül. Értitek? Mm-hmm. Tehát sokkal nagyobb képet kell látnunk annál, mint hogy... Nagyobb kell gondolkodni. Így van. Tehát mi is Magyarországot, mint egy egészet látunk. És ezért tudunk közlekedni, ezért tudunk jönni-menni, mert mi egy gyülekezetet látunk Magyarországon. Értitek? Mm-hmm. Az, hogy Hajdúböszörményben ott vagyunk a testvérek között, meg az, hogy itt vagyunk, ez egy család. Ez nem két külön. Bárhol megyek, hazamegyek. Így van. Amerikában bementünk közösen. Igen, és kérdezik is tőletek, hogy tőlem, hogy hát még gyülekezetben jársz? Te mondom, tiétekben. Hát még sose látom. És nem érti meg, mert ehhez külön kell egy kijelentés, hogy megértsék, hogy csak egy Krisztus teste van.